Jézus Krisztus. Megváltoztatta a világtörténelmet. A valaha élt leghíresebb férfi nem hagyott maga után fizikai nyomot. Vagy mégis? Több mint 1000 év múlva egy lepel tűnik fel Európában. Az anyagon egy olyan férfi test nyomai láthatók, amelynek a sérülései megegyeznek a keresztre feszített Jézuséival. Ez a torinói lepel. Valóban ez Jézus temetési leple, vagy csak hamisítvány? Olyasmi ez, mint egy tudományos detektív történet. Egy régészeti lelet bizonyíthatja Jézus Krisztus keresztre feszítését és visszatérését a halálból. Ez a lehetőség az emberi történelem legjelentősebb momentuma. A Jézus kód. A torinói lepel. Torino, Észak-Olaszország. A város székesegyházának ecélra épített kápolnájában található a világ leghíresebb vallási ereklyéje, a torinói lepel. Az az anyag, amely sokak hite szerint Jézus testét takarta több mint 2000 évvel ezelőtt. A golyóálló üveggel védett, 4,5 méter hosszú négyszögletes lepel olyan értékes, hogy csak ritkán látható nyilvánosan. Utoljára 2010-ben állították ki, akkor több mint 2 millió embert vonzott magához. A lepel varázsa abban van, hogy egyetlen tárgyba sűríti Jézus teljes passióját. A hívek számára jóval több egy kegytárgynál. Bizonyíték, hogy Jézus visszatért a halálból. Van, aki szerint a lepel rajzolatát a föltámadás sugárzása hozta létre. Ebben az esetben ez kézzelfogható bizonyíték arra, hogy Jézus föltámadt. Ez óriási jelentőségű. A lepel milliók számára nem csak Jézus halálának és feltámadásának a jele, de azt is megmutatja, milyen volt ő. Az evangéliumban nincs semmilyen leírás Jézusról. Nem tudjuk, milyen volt. Nem ismerjük sem a magasságát, sem a szemevágását. Csak az arcát. Valóságos személy volt. He was a real person. Szinte kísértést jelent. Kísértést, hogy belenézzünk Krisztus arcába. Hogy megtudjuk, milyenek voltak valójában Isten fiának a vonásai. Jézus a Pészach ünnepére özönlő zarándokok ezreivel érkezik Jeruzsálembe egy héttel a halála előtt. Néhány nap múlva Júdás elárulja őt. A Gecsemáné kertben kerítik kézre, és miután felbőszíti a zsidó vezetőket, átadják őt a rómaiaknak, hogy perbefogják és megfeszítsék. Itt kezdődik a lepel története. Mind a 4 evangélium megemlíti a halotti lepelt, amelyben Jézus megfeszített testét eltemették. A Biblia azt írja, hogy az anyag arimateai Józseftől, a zsidó tanács egy gazdag tagjától származott. Az evangélium szerint arimateai József rokonszenvezett Jézus mozgalmával.
A tanítás igen nagy hatással volt rá. Ő a keresztre feszítés után is biztosítani akarta, hogy a mester megfelelő temetésben részesüljön. Mindenki átalakul, aki találkozik Jézussal és az evangéliummal. Van, aki gyógyulást lel, van, aki követni kezdi őt. Akár egyetlen találkozás életre szóló változást hozhatott. Nyilván ez történt Józseffel is. Józsefnek először engedélyt kell kérnie, hogy levehesse a testet a keresztről. Szerinted ez elfogadható? Elment Júdea a római prokurátorához, Poncius Pilátushoz, hogy elkérje a testet. Kifelé! Poncius Pilátus döntő szerepet játszott a passióban, mert csakis neki, Júdea római kormányzójának volt joga halálos ítéletet hozni. Így övé a végső felelősség Jézus megfeszítéséért és haláláért. Hozzám jöttél, rabbi? Pilátusról mindenki tudta, hogy antiszemita, nem szereti a zsidókat, és nem szeret Júdeában lenni. A názáreti Jézus testéért jöttem. Gondolkodjunk József fejével. József nagy kockázatot vállal. Elmegy Pilátushoz, hogy elkérje annak a bűnözőnek a testét, akit politikai izgatásért ítéltek el. Van egy sírboltom. Biztos helyen, ahol helyesen temethetjük el. Tehát azzal, hogy elment Pilátushoz, és ezt a személyes szívességet kérte, szinte saját magát is bevádolta. Rendkívül feszült találkozás lehetett. Rendben. Poncius Pilátus átadta a testet Arimáteai Józsefnek, valószínűleg abban a hiszemben, hogy egy zsidó rítust engedélyez. Ő úgy hitte, ezzel vége az egésznek. Pilátus átadta a testet Józsefnek, és ezzel akaratlanul is elindított egy folyamatot. Jézus halotti leple minden idők egyik legjobban tisztelt és legtitokzatosabb erekéje lett. Nagy pénteken, a halál beálltával, a rómaiak nem vették le Jézust a keresztről. Halotti lepelbe csavarni egy keresztre feszített testét, ez merőben szokatlan dolog volt. Amikor a megfeszített utolsó lehelete is elszállt, már csak hulladék volt. Ott hagyták elrohadni a dögevők martalékául. Márk evangéliumából tudjuk, hogy Jézus testét az arimateai József által hozott gyolcsba tekerték. A Biblia azt is megemlíti, hogy a zsidó tanács egy másik tagja is segített Józsefnek a temetésben, Nikodémus. Nikodémus arimateai Józsefhez hasonlóan szintén a Sanhedrin tagja volt, a zsidó társadalom jelentős vezetője. Nyilvánvaló, hogy nem minden jeruzsálemi zsidónak volt része Jézus halálában. Először is azért, mert Jézus és követői is zsidók voltak. Túl ezen a zsidó vezetők között sem mindenki volt részese az ítéletnek. Akadtak köztük olyanok, mint arimateai József és Nikodémus. A testet József sírboltjához vitték és előkészítették a temetésre. Nikodémus elhatározza, hogy segít a temetésben. Hiszen nagyon drága anyagokat hoz oda a test bebalzsamozására. Az első század zsidó törvényei szerint a holttest megérintése tisztátalanná tett. Ezért Józsefet és Nikodémuszt csakis a Jézus iránti hatalmas szeretet és elköteleződés késztethette arra, hogy törődjön a testével. A sírbolt nyílását nagy kővel zárták le.
Három nappal a keresztre feszítés után Jézus két tanítványa, János és Simon elment a sírhoz, és azt üresen találta. János evangéliuma szerint nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba, és ő is látta az ott hagyott gyolcsot. A Biblia azt nem említi, hogy mi történt később a gyolccsal. Csaknem 1300 évvel később egy északkelet franciaországi kis faluból előkerült egy lepel, amelyen Jézus holttestének nyomai látszottak. Amikor a gyolcsot Torinóba vitték, 40 ezer ember fogadta. Századok teltek el, amíg 1898-ban az olasz Secondo Pia elkészítette róla az első fényképet, és azt az egész világ megismerhette. Hirtelen megfordul a leplen lévő negatív kép, és úgy érezzük, mintha Jézus arcába néznénk. Ekkor a textília vallásos kegytárgyból a tudományos kutatás célpontja lesz. Ha bebizonyosodik, hogy a torinói lepel valódi, az Jézus létezését is igazolja. 1978-ban az Egyesült Államok légierejének egy volt fizikusa, John Jackson, a torinói lepel kutatási terve keretében elsőként kapott engedélyt az ereke vizsgálatára. Egy férfi alakját láthatjuk. Megfigyelhetjük a fejét, két keresztbetett karját, még az ujjait is. Egy 40 fős tudós csoport vezetőjeként Jackson a tudomány legkorszerűbb eszközeivel vizsgálta a lepelt. Nem volt elképzelésünk arról, hogy mit találunk. Lehet, hogy ez egy festmény, vagy valami más. Öt napnyi megfeszített munka után a tudósok eredményei igazolni látszottak a lepel eredetiségét, és ez fokozta a titokzatosságát. Az anyagszálai egyenként kaptak színt. Nincs semmi olyasmi, ami festék nyomaira utalna. A szín nem hatol be a szálak belsejébe. A felszínen marad. A kérdés az, hogy miért? Jackson és csoportja a vérnyomoknak látszó sötét foltokat is megvizsgálta. Mikroméretű mintákat vettünk a foltokból, és az Egyesült Államok mikrokémiai laboratóriumaiban megvizsgálva megállapítottuk, ezek valóban vérnyomok. Dr. Jackson nem talált magyarázatot a kép keletkezésére és a vér jelenlétére. Ezért az evangéliumokat tanulmányozta, hát ha talál összefüggést Jézus utolsó napja és a lepel között. János evangéliuma szerint erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. Arra gondolok, hogy milyen sok vérfolt van mindenütt a lepel felületén. Szerintem ezek olyan embertől származnak, akit megkorbácsoltak. A Passióban minden Jézus halálának kínjáról és megalázó voltáról beszél. Mindez a legszörnyűbbel, a korbácsolással kezdődik, amellyel halálosan meggyötörték. Még belegondolni is félelmetes. Ah!
Leköbdösték, kinevették, mindent megtettek, hogy minél jobban megtörjék a szellemét. A torinói lepel a keresztre feszítés történetének leghíresebb eseményéről is tanúskodik. János evangéliuma leírja, mi történt ezután Jézussal. A katonák töviskoszorút fontak, és a fejére tették. John Jackson már 40 éve hasonlítja össze a torinói lepelt Jézus halálának leírásával a Bibliában. Ha az arcot vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a vérnek tűnő foltok bizonyos szúrt sebekből erednek. Ez megfelel annak, amit az evangéliumok Jézus töviskoszorújáról mondanak. A tövis korona a megcsúfolása volt a zsidók azon vágyának, hogy egyszer a maguk urai lehessenek. Úgy rányomták a fejére, hogy a kiserkent vér lefolyt az arcán. Számomra ez Jézus életének legmegrendítőbb epizódja. A gúnynak ez a megnyilvánulása valóban szívszaggató. Az evangéliumok szerint, miután megkorbácsolták és fejére tették a tövis koronát, Jézust elvitték, hogy megfeszítsék. A kereszt, amelyet Jézusnak végig kellett hurcolnia a Jeruzsálem utcáin, lehetett akár 100 kiló is. A keresztet a vállán cipelő Jézust nagy tömeg követte. Az emberek között voltak együttérzők és gúnyolódók is. Rettenetes jelenet lehetett. Jackson szerint Jézus utolsó útjának a nyomai is rajta vannak a leplen. Ahol a váll körvonalai lehetnek, ott is találunk vérnyomokat. Ezek jobban elkenődtek, mint azok, amelyeket lejjebb a háton látunk. Ez talán a kereszt súlyának a nyoma a vállán, amely elmázolja a Jézus megkorbácsolása nyomán korábban kiserkent vért. Úgy tartják, hogy útja során Jézus egyre kevésbé bírta vinni a keresztet. Egy adott pillanatban a katonák utasítják Cirenei Simont, hogy vegye át a keresztet. Joggal feltételezzük, hogy addigra Jézus kimerült. Annyira elgyengült, hogy már nem bírja cipelni terhét. Ezért szólítják fel Cirenei Simont, hogy segítsen. Jézussal egy időben két bűnözőt is megfeszítenek. Levetették a földre. A lehető legdurvábban beszéltek vele. Meg akarták mutatni neki, hogy nem tehet semmit. Nincs, aki megvédje. Atyám! Bocsáss meg nekik! Mert nem tudják, mit cselekszenek.
A keresztrefeszítés minden részlete azt szolgálta, hogy további gyötrődést, megaláztatást, félelmet és iszonyatot keltsen azokban, akik jelen voltak. Jézus megfeszítésének tanúja volt Mária, Jézus anyja, és Mária Magdolna. Ők közvetlenül látták a szörnyű jelenetet. Jézus követőinek, családjának vagy barátainak hihetetlenül nehéz lehetett követni mindazt, ami történt. Látja a hatalmas szögeket, és akkor megfogják a karját, kényszerítik, hogy kinyújtsa, és lesújtanak. Ennél a részletnél a lepel még rejtélyesebb lesz. A gyolcson található jelek átgondolásra késztetik eddigi ismereteinket a keresztre feszítésről. A sebeket nem ott találjuk, ahol azokat várnánk. A keresztre feszítés minden stádiuma újabb fájdalmat, újabb megaláztatást hoz. Ezzel kapcsolatban a torinói lepel váratlan információval szolgál. A képzőművészetben századokon át úgy ábrázolták az eseményt, hogy a szögeket Jézus tenyerébe verték be. A gyolcson látható figurát pedig, mintha a csuklóját átütve feszítették volna fel. Jackson úgy gondolja, hogy a lepel nyújtja a történelmileg hiteles verziót. A cél az volt, hogy a megfeszített a kereszten maradjon addig, amíg meg nem hal. Végeztek kísérleteket holttestekkel, amelyeket, mintha a tenyerüknél, illetve a csuklójuknál fogva szögeztek volna oda. Ezekből kiderült, a súlypont mindig a csuklóra és nem a tenyérre esik, ahol a lepel is mutatja. A tenyér átszakadt volna. Aztán felemelték. Gondoljuk végig, amikor a lába és a keze odaszögezése után felemelik, a legkisebb mozdulat is gyötrelmes. A keresztet kötelekkel állították fel és beásták, hogy el ne dőljön. Képzeljük el, milyen volt. Az egyik ok, amiért nem tudjuk elképzelni ezt a fájdalmat, az, hogy a 2000 éves keresztény hagyomány elfogadhatóvá tette a keresztet. Jézust gyönyörű templomokba zártuk, a keresztfát bearanyoztuk. Mindez meggátolja, hogy átérezzük a szenvedést a maga valójában. Ám ha átgondoljuk a keresztre feszítés történelmi szerepét, és felidézzük, hogy a rómaiak ezt az emberek eltiprására és megkínzására használták, akkor egy pillanatra átérezzük ezt az iszonyatosan fájdalmas és végtelenül megalázó eseményt. A test súlya húzza a karokat, egyre nehezebbé válik a légzés. A legtöbb megfeszített halálát fulladás okozza. Képzeljük el anyánkat, apánkat, vagy a legjobb barátunkat egy kereszthez szögezve, kitéve a forró napnak, amint rettenetes, fulladásos halált hal. Nehéz szavakkal leírni azt, milyen kín ezt végignézni. Ez lehetett életük legszörnyűbb perce. Az utolsó folt már Jézus halála után került a lepelre.
Ilyen vérfolt nem keletkezik szokásos keresztre feszítéskor. Az evangélium szerint azonban egy római katona sebet ejtett Jézuson, hogy megbizonyosodjék a haláláról, és a testét levehessék még a Pészach előtt. János evangéliuma szerint az egyik katona a halott Jézus oldalába döfött. Vér és víz folyt ki belőle. Világosan látszanak itt a foltok, amelyek feltehetően vérrel kevert folyadéktól, vagy, ahogy az evangélium mondja, véres víztől származnak. A torinói lepel szavak nélkül tanúskodik Jézus végső megpróbáltatásairól. Az evangéliumok szerint eltemettetése után Jézus feltámadt. A sírban egyetlen dolgot hagyott hátra, a gyolcsot, amelybe a testét takarták. A keresztre feszítés az evangéliumok legmegrázóbb része, mert az Isten fiának halálát írja le. Ugyanakkor ez egy új élet kezdete is az ő számára. Lenyűgöző, hogy van egy régészeti leletünk, amely bizonyítja Jézus létezését, halálát és feltámadását. A vizsgálatok alapján, amelyekben én is részt vettem, úgy gondolom, hogy ami előttünk van, az Jézus temetési leple 2000 évvel ezelőttről. Csak hogy volt a vizsgálatnak egy olyan vonatkozása, amelyet Jackson nem tudott tisztázni. A textília keletkezésének pontos ideje. Aztán 1988-ban a katolikus egyház váratlanul engedélyezte, hogy mintát vegyenek a vászonból a szénizotópos kor meghatározás elvégzéséhez. A lepel széléből kis darabokat vágtak ki, és elküldték három független laboratóriumba, Londonba, Zürichbe és Arizonába. Egy régészeti lelet bizonyíthatja Jézus Krisztus keresztre feszítését és visszatérését a halálból. Ez a lehetőség az emberi történelem legjelentősebb momentuma. Torino, 1988. A lepelből három apró mintát vettek, és elküldték különböző laboratóriumokba a radiokarbon vizsgálatok elvégzésére. Ez az igazság pillanata. Most megtudjuk, hogy a torinói lepel valódi-e vagy hamisítvány. A torinói lepel évszázadokon át fontos szimbólum volt a katolikusok és a világ hívő keresztényei számára. A torinói érsek a mai napon megerősítette a legutóbbi vizsgálat eredményét. A Krisztus képét hordozó lepel nem Krisztus korából származik. A textília a 13. században készült. Középkori hamisítvány. Semmiképpen sem lehetett Jézus halotti leple. Nehéz dolog. A hívők, ha ránéztek, mindmáig így szóltak. Íme Jézus a mi urunk, látjuk, mit élt át. És ők most azt hallják, bocsánat, ez egy ügyes hamisítvány. Ez fájdalmas. A középkori Európában kifizetődő üzlet volt vallási erekélyeket készíteni. Az emberek szívesen fizettek azért, hogy közelebb jussanak Jézushoz, és a hamisítók ebből hasznot húztak. Annak ellenére, hogy hamisítványnak bizonyult, a lepel vonzereje csak nőtt. Hogyan került ez a kép a lepelre? Ezt senki sem tudja megmagyarázni. Még mindig rengeteg elmélet vár bizonyításra. A dél-afrikai művészettörténész Nicolas Allen professzor úgy hiszi, ő ismeri a választ. Szerinte ez a világ legelső fényképe. Ránéztem a lepelre, és azt kérdeztem, hogyan készültél? A lepel válaszol, mert fotonegatívként működik.
Őrült ötletnek tűnhet. Valaki 600 évvel ezelőtt képes lehetett fényképezni. Aztán utána néztem, milyen volt a technika akkortájt, és rájöttem, már minden a rendelkezésükre állt. A művészet történeti adatokból kiviláglott, hogy a középkori művészek már használtak egy optikai eszközt, a camera obscurát. A camera obscura pontosan úgy működött, mint az emberi szem. Ez egy teljesen zárt doboz. A fény csak ezen a nagy lyukon jut be. És épp úgy, mint az emberi szem lencséje a retinára, a doboz hátsó oldalára vetíti azt, amire a dobozon kívül fókuszál. A kép fordított lesz, azaz fejjel lefelé látszik. A kamera előtt elhelyezett lencsék biztosítják, hogy éles kép vetítődjön a hátsó falra. Ez az eljárás nagyon régi. Hozzáférhető volt a 13. és a 14. század fordulóján, és felhasználhatták a torinói lepel létrehozására. Allen elhelyez egy modellt a camera obscura előtt úgy, hogy a nap felé forduljon. Az expozíciót megelőzően mindent nagyon körültekintően kell elrendezni. A középkori művésznek biztosítania kell, hogy a lapra vetített képek véglegesen rögzüljenek. A lapot fényérzékeny anyagokkal kell átitatni. Ma ehhez ezüst sókat használnak. Európában legkésőbb a 13. század óta ismerik az ezüst nitrátot és az ezüst szulfátot. Mindkettőt könnyű elkészíteni. Egy textíliát átitatnak ezüst szulfát oldattal. Megszárítják, azután behelyezik a kamerába. 8 órányi expozíció után elszíneződéseket találunk a vásznon. Ez lesz a negatív képe annak, ami a kamera előtt volt. A folyamat befejezéséhez bőségesen adagolt kémiai oldattal le kell mosni az anyagról az ezüst szulfátot. Az ezüst szulfát lemosásához vizeletet is lehet használni, mivel a vizelet ammóniát tartalmaz. Akárki hozta is létre a torinói lepelt, biztos nem járt elsőre sikerrel. Kellett hozzá több próbálkozás, mire elkészült. Amikor a képet megvizsgálták, Allen professzor módszere megdöbbentő eredményt hozott. A vizsgált kép ugyanolyan tulajdonságokkal bír, mint a torinói lepel. Tehát negatív, amelyre folyadékkal vagy porfestékkel dolgoztak. Íme a kép, amelyet a camera obscura 3 nap alatt készített. Ahhoz, hogy ez olyan legyen, mint a torinói leplen, csak vért kell hozzátenni. Fogjuk az ecsetet, és már is művészi stigmákat festhetünk. Szerintem ez a legrégebbi előfordulása annak, amit ma fényképnek neveznek, és a középkorból származik. Allen megállapításairól megoszlottak a vélemények, következtetései pedig újabb kérdéseket vetettek fel. Ha ez egy középkori fénykép, akkor hol vannak a társai? Ez a másik probléma a lepellel. Egyedülálló, nincs semmi hozzá hasonló. Vannak, akik a kor meghatározás dacára továbbra is hisznek az eredetiségében. Sokan vitatják az eredményt. Ők állítják, nem jó helyről vették a mintát. A lepel közepe helyett csak a széleiről. Egy másik titokzatos ereke nemrégiben lefolytatott vizsgálata megkérdőjelezte a leperről alkotott ítéletet. Ez az ereke azt sugallja, hogy a lepel jóval régebbi, mint állítják. Egy
egy észak-spanyolországi katedrális kis mellékhajójában őrzik azt a kendőt, amely állítólag Jézus arcát fette a halála után. Az ovideói arctörlő kendőt. Mark Gaskin és a spanyol szindonológiai központ csapata már 25 éve tanulmányozza az ovideói arctörlőkendőt. A legenda szerint erről a kendőről is szó esik a Bibliában. Bement a sírba, és ő is látta az ott hagyott gyolcsot, meg a kendőt, amellyel a fejét befötték. Megvizsgáltuk az anyagot a laboratóriumban, hogy megállapítsuk, miből vannak a foltok. A legtöbbjük egy rész vér és hat rész pleurális ödéma folyadék, amely a fulladásos halálnál a tüdőben gyűlik össze. A tudósok szerint a legtöbb megfeszített halálát fulladás okozta. És az ekkor keletkező folyadék ott van a tüdőben. Gaskin kutatásai új fényt vetnek Jézus történetének egy eddig ismeretlen részletére. Ehhez a kendő szinte tökéletes mását használta. Ebből a kísérletből láthatjuk, hogy az anyagot a halott testére helyezték, mivel a vérfoltokat nem befolyásolta a légzés. Gaskin szerint arimateai József még a kereszten Jézus arcára terítette ezt a kendőt. Az arckendőnek fontos szerepe volt a zsidó temetési szokásokban. Az arc a lélek tükre, és amikor valaki meghal, a legnagyobb tisztelet jeleként először ezt kell eltakarni. Arimateai Józsefnek oka volt rá, hogy méltó módon temesse el Jézust. Azt hiszem, azt mondta magában, nem tettem meg mindent, amit kellett volna. Nem emeltem szót éretted. Gaskin szerint az arctörlőn a homloknál található nyomokból megérthetjük, hogyan vette le József a testet a keresztről. Az egyetlen pozíció, amelyet valószínűsíthetünk, az, hogy a test arccal lefelé feküdt a földön. Így az orrából kiszivárgó folyadék és vér a homlokára folyt. Ezután a testet 5-10 percig ebben a pozícióban vitték. Eközben valaki az arcán tartotta a kendőt. A sírboltnál levették a kendőt, és Jézus testét letakarták a lepellel. Ebből megtudjuk, mi történt Krisztus halála és a test sírba tétele között. Gaskin azonban úgy tartja, van egy ennél fontosabb ok is az arckendő tanulmányozására. Az anyagon található foltok az ő számára oly egyediek, mint valakinek az új lenyomatai. Ha ezt a kendőt valaki más fejére borították volna, aki esetleg ugyanazokon a szenvedéseken ment keresztül, akkor is más lenne a foltok formája és nagysága. Gaskin számára ez volt a döntő. Mert amikor a csapata összehasonlította az arckendőn lévő foltokat a lepel foltjaival, különleges felfedezést tett. A vérfoltok megegyeztek. Arra következtethetünk, hogy a két anyagot azonos időben és alkalommal ugyanazon test elfedésére használták. Az anyag radiokarbon vizsgálata nem vezetett pontos eredményre, de az arctörlő kendőt először említő írás már 500 évvel Jézus halála után Jeruzsálemhez köti azt. Az adatok szerint, állítja Gaskin, legalább 700 évvel idősebb, mint a lepel. Hogyan lehetséges ez? Gaskin véleménye szerint a lepel datálása téves.
Ez lenyűgöző eredmény, mert a két anyag csakis Jeruzsálemben lehetett együtt, valamikor az 5. század előtt. Ez kétségessé teszi a lepel datálását, amely így nem a középkorból, hanem valójában jóval korábbról származhat. Az évtizedeken átfolyó tudományos kutatás ellenére a lepel titokzatos ereje sokak számára ma is eleven. Szerintem lehetséges, hogy a Jézus testét borító lepel megmaradt egészen a mai napig. Fontos kegytárgy volt a tanítványok és az első keresztények számára, és így az, hogy megőrizték logikus gondolat. Az én bensőm azt sugallja, hogy valódi. Nem tartom valódinak, de a torinói lepel elkerülhetetlenül ráirányítja a figyelmünket Jézus szenvedéseire. Elképzelhetjük őt győzelmesen, az égi trónon, a királyok királyaként, de az a szenvedés, amelyet a torinói lepel közvetít, életének legemberibb pillanata. Sokak számára a lepel megrendítő emlék egy emberről, aki helyesen cselekedett. Úgy hiszem, József története a miénk is. Azt nem tudta, hogy mi fog következni. Azt sem, hogyan bonyolódnak majd az események. Csak azt, hogy Jézus oldalán áll, hogy részese Isten beavatkozásának az emberi történelembe. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.